A tavalyi szezonra nem lehetett panasz Balkányban. A megyei első osztály torony magasan, 22 pontos előnnyel az élen zárt Mirgai László csapata, és a megyei kupa döntőjében is 4-0-ra verte a Baktaló Rántházát. Nyáron azonban teljesen széthullott az együttes, a bajnok csapat csupán 4 játékosa maradt, és egy alaposan átalakult és megfiatalított együttes vágott neki az idei pontvadászatnak, eddig felemás eredménnyel. Én azt gondolom, hogy a fiatalok azt nyújtották, amit vártam. Tudtam, hogy hullámzó lesz a teljesítményünk. Ez így is lett, hiszen volt egy nagyon jó szériánk az elején, és volt a közepén egy ilyen sérülés hullám, ahol vissza is esett a csapat. Utána megint most feljövőbe vagyunk, ott állunk a 8 és 10 között, 4 ponttal lemaradva a 6-tól, tehát a kieső zónától meg 7 pontra elhúztunk, tehát a fiatalok azt mondják, amit vártam, bár hozzáteszem, hogyha az a sérülés hullám nem jön be, akkor talán ott lennénk a 6. hely körül. Nyáron a távozók között volt a nagy rutinnal és javonalbeli múlttal rendelkező egykori debreceni játékos Igor Bogdanovics. A focista most ismét csatlakozott a Balkányhoz, tudása és tapasztalata nagy löketet adhat a csapat számára. Az együttes vezetőedzőjének pedig az, hogy egy új kinevezést is kapott. Főtitkár úr megkeresett és felkért az amatőr válogatottnak a vezetésére. Nagy megtiszteltetés számomra, és azon leszek, hogy ugye az eddigi jó eredményeket tovább folytassuk a válogatottal. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban még nem teljes a stáb. Igor Bogdanovicsot szerettem a pályaedzőnek, de a Debreceni Szövetség nem nagyon akar belemenni. A kapusedzőm az Imrő Laci, a Sényőnek a kapusedzője. Hát most természetesen, ha Igort nem engedik, akkor fogok keresni még egy pályaedzőt, és hát teljes messzélességgel azon leszünk, hogy minél jobban szerepeljünk, és az országos döntőre bejussunk. Az első megmérettetés december elején vár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei amatőr labdarúgó válogatottra Hajdúböszörményben, az 5 megye tornáján. Az így győztes csapat jut be a megyei válogatottak pécsi országos döntőjébe majd.